hivatali visszaélés büntette miatt nyomozás folytat a budapesti regionális nyomozó ügyészség egy friss feljelentés alapján annak tisztázására, hogy Sádör György saját céljai érdekében valóban befolyásolhatta-e a végrehajtókkal szemben indított fegyelmi ügyeket, fegyelmi eljárásokat és az ehhez tartozó ellenőrzéseket, ezzel pedig akár a jövedelmező végrehajtói helyeket pénzre tudhatta ugye váltani. Abban a törvénymódosító csomagban, amikor az árverések felgyorsításáról alkalmas jogszabályt szavazták meg 2020 nyarán, rendelkeztek egyébként a fegyelmi bíróságok összetételéről is. Az eddigi összetételt megváltoztatták oly módon, hogy több végrehajtó ülnököt helyeztek be ezekbe a bizottságokba, és kevesebb bíró került ebbe bele. Ennek eredményeképp pedig ugye szavazat többségbe kerültek a végrehajtók a bírók felett ezekben a fegyelmi eljárásokban, ami egyértelmű jel lehet arra vonatkozólag, hogy ugye kinek az érdekeit is fogják ezekben a fegyelmi ügyekben képviselni. Érdekes mód ez a módosító javaslat nem csak Varga Judit által vezetett igazságügyi minisztériumon ment át és Völner Páron át, hanem az országgyűlés is megszavazta. Vajon kinek állhatott az érdekében ez a módosítás, és ki kezdeményezhette, főleg annak tudatában, hogy a nyomozás szerint Sádör akár ezzel a módosítással vissza is tudott élni. Így nem kizárható, hogy az ő kívánsága állhat esetleg a törvénymódosítás hátterében, hogy kénye kedve szerint ellenőrizhesse és ítélkezhessen a különféle végrehajtók fölött a fegyelmi ügyekben. A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak tartja azt, hogy a kormány minden módosító javaslatunkat lesöpör a végrehajtó maffia felszámolása érdekében. Ennek ellenére sorra kerülnek napvilágra a népnyúzást éltető módosítások korábbi bevezetése is akár. Éppen ideje lenne, ha nem a profitorientált végrehajtók oldalán állna a kormány, hanem az emberek érdekeit is szemügyre venné, és eszerint hozna törvényeket életre. Ezen kívül követeljük, hogy a végrehajtók ellenőrzését azonnali hatállyal ki kell szervezni a végrehajtói kar fennhatósága alól, hogy az efféle visszaéléseket is háttérbe tudják szorítani.